műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat, az ütős alternatíva. Boris Jazz, micsoda párosítás, ez a Beat, az ütős alternatíva, hello. Még mindig nagy örömmel köszöntünk téged, hello. Mi pedig egy ilyen topogós lelkesedéssel, mert hogy a stúdióban itt van a Platon Karatev, hello, sziasztok! Sziasztok! CK Sebő is, Balla Gergő. Ja igen, bocs, Ádámmal most osztozunk a mikrofonon, hiszen adtunk nektek is. És hát óriási örömmel köszöntünk téged, mert ugye az egész nap új albumokról beszélgetünk, friss, ropogós anyagokról, és hát a partért kiáltó kapcsán veletek is érdemes beszélni. És amit rögtön így elő akartam kapni, azt hiszem, Sebő, te mondtad, hogy nem is szeretnék beszélni erről a lemezről, mondjuk ha itt elvágnám, elég bulváros lenne, az akkor olyan, mint a nem nyilatkozom, de ugye hozzátetted, hogy csak örülnék, ha eljutna azokhoz, akiknek be fog találni a dalok, dalok lelkisége, így van egészen pontosan az idézet. Most már szívesen beszélsz róla, hogy még ott az elején nem akartál róla például, hogy akartatok róla beszélni? Tehát, hogy szívesen beszélek róla egyébként, csak néha azt érzem, hogy minden egyes plusz mondat, amit erről így magyarázatként mondunk erről a lemezről, az valamit elvesz az értékéből, vagy van egy ilyen érzés bennem. Pedig azt feltételeznem, és még nem feltétlenül a körül akarok keringeni, hogy magyar nyelvű dalok jöttek, hogy ezek talán kevesebb magyarázatot igényelnek mondjuk úgy nagy plénum előtt, mint mondjuk egy angol nyelvű szöveg. Vagy így lehet, vagy egyáltalán? Ez ami nem biztos, mert szerintem eléggé sok a nyitott mondat benne, amit úgy értek, hogy szabadon értelmezhető, de hát, hogy ahány hallgató van, valószínűleg annyiféle megfejtése lesz ezeknek a szövegeknek, és ezért mi nem is szeretnénk így az emberek szájába vagy fülébe adni a megoldásokat, mert az egy tök jó lehetőség, hogyha először úgy tudnak találkozni ezekkel a dalokkal, hogy tabula ránza, és mi az, amit bennük megmozgan. Az elmúlt években igen komoly barátságot ápoltatok a különböző streaming platformoknak az algoritmusával, és azért úgy viszonylag komolyan lett egy külföldi hallgatóbázis is. Ők mennyire kapkodják most a fejüket, hogy úristen, milyen nyelven szólnak ezek a dalok, és mik ezek, vagy ugyanúgy szeretik őket? Kaptunk nagyon pozitív visszajelzéseket külföldi hallgatóktól is. Amúgy a turnén játszottuk a magyar nyelvű dalokat, és ott azt mondták, hogy nem az, hogy fura nekik, hanem hogy jobban szeretik a magyar dalokat, mint az angol nyelvűeket. De fura! Szóval szerintem azért, mert amúgy egy elég egzotikus nyelv a magyar, és nem lehet kötni semmilyen nyelvcsaládhoz, és ahhoz az atmoszférikus zenéhez, amit mi csinálunk, tök jól rímel rá, és passzol hozzá. Szóval ez egy izgalmas találkozás lehet így a külföldi hallgatóknak is. De érdekes, pont ezt akartam mondani, hogy van ennek az egésznek egy ilyen egzotikuma, és ezek szerint egyébként tényleg. És nekem nagyon tetszett, hogy Sebő még az A38-as koncerten tett egy ilyen kis közvéleménykutatást, megkérdezted a közönséget, hogy mennyire tetszenek a magyar nyelvű dalok, és nagyon egyértelmű volt, hogy magyar oldalról is pozitív a fogadtatás, tehát valahogy úgy tűnik, hogy ez egy olyan váltás, aminek mindenki örül. Igen, egyelőre mi is ezt látjuk, igen. Pont ezzel kapcsolatosan is már kevésbé a nyelvnél, de hogyha mondjuk ugye külföldi mondjuk megkeresések érkeznek, akár interjú kapcsán, nem is tudom, bárhogyan, eddig mennyire volt előtérben a ti magyarságotok, vagy csak koncentráltak szigorúan a zenére, most viszont esetleg mondjuk a magyar nyelv által ez jobban előtérbe kerülhet-e? Mostantól a külföldi interjúkat is magyarul adjunk. Feliratozva. Igen. Nem, egyelőre az, hogy mi innen jöttünk, azt szerintem annyira nem került középpontba, vagy Sebő, te nem tudom, hogy tapasztaltad ezt. Nem is emlékszem arra, hogy ez így ki lett volna hangsúlyozva bárhol. Meg hogyha mondjuk fellépünk Németországban, szerintem a legtöbb helyen mondjuk a plakátokon nincs ott, hogy zárójel hun, vagy nem tudom. De egyébként azt lehet tudni, hogy nektek rengeteg lehetőségetek van, hál' Isten, arra, hogy külföldön játszatok, sok helyre hívnak titeket. Mennyire gáz most a helyzet, mennyire gáncsolja el a lehetőségeket a COVID-19? Halasztják-e a dolgokat, vagy elmaradnak, vagy működik valami a tervekből? Most tavasszal úgy tűnik, hogy összejön egy, nem is tudom pontosan hány, de sok állomásos európai turné. 11 koncert. Ami igen, 11, az tök jó, meg nagyon-nagyon sok, meg nagyon-nagyon várjuk. Az biztos, hogy a Covid elindulása óta nagyon sok mindenről le kellett mondanunk, nagyon sok koncertet kellett lemondanunk, ezek azért sokszor megterhelőek voltak, mert sok jó lehetőséget elvesztettünk, vagy hát így tovább kellett tolnunk ezeket a lehetőségeket. Most már ősz végén voltunk Németországban egy turnén, de végül azt is le kellett egy kicsit rövidítenünk, illetve még most ősszel is maradt el egy holland
turné, úgyhogy most örülünk, hogy végre mehetünk, remélhetjük. Igen, kettős nagyon, mert most amúgy egy tök nagy mérföldkő, hogy mehetünk Hollandiába a Roadburn Fesztiválra játszani, ami azért nagy dolog, mert ez lesz az első olyan fesztivál, ami nem egy showcase fesztivál, hanem egy nagy presztízsű esemény, amire a fesztivál programba hívtak meg minket. Szóval elvileg mehetünk turnézni és fesztiválozni is, ami egy nagy dolog, de amúgy pont ott a második lemez megjelenése körül rengeteg olyan francia, német vagy lengyel zenekarral beszéltünk, akik az adott régiókba eléggé meghatározóak, és ilyen exchange koncertekről volt tárgyalás, hogy ők jönnek ide, mi megyünk oda, és ezeket viszont teljesen elvesztettük, és azóta még annyira nem melegedett föl újra a zeneipar, hogy újra párbeszéd legyen ezekről. Egy valamiből szeretnénk, hogyha azonban nem maradnátok ki, és mondjuk ezáltal nem születne esetleg egy szomorúbb szerzemény, mert nem kaptunk borítékot címmel. Nektek is szeretnénk adni, ugyanis... Borítékért kiálltok. Most jelen pillanatban tényleg azon. Ugyanis már az óra elején meghallgattuk a Partért kiáltót, viszont választottatok ti is egy dalt, viszont választottunk mi is egy dalt a lemezről, ami a kedvencünk, és hát a borítékban benne található feliratként, és majd arra kérünk titeket, hogy mondjátok el hangosan, és én közben úgy csinálom, mintha előtte nem lestétek volna le a monitorra, hogy milyen dal lesz. Így van. A győztes pedig... Mindenkinek ez jut eszébe. Jól lát. Na nézzük. A vízből van. Oda mutassam. Na, ezt fogjuk mindjárt meghallgatni majd. Viszont talán itt a vizes dolognál ezt szerintem már azért jó néhányszor elmondhattátok, ugye van egy átívelő vízszál, hogyha mondhatok egy ilyet, bár ez elsőre egy mosógép jut róla így eszembe, de hogy van egy átívelő vízszál. A vízszál volt meg előbb, és úgy hozzá a dalok, alakultak a dalok, és lépett be a vízszál, vagy aztán ráerőltettük, rácsorgattuk a vizet, melyik verzió volt? Szerintem egyik sem, hanem így eléggé belülről fakadóan, organikusan, tehát hogy nem egy tudatos döntés volt, hanem azt egyszer csak így, amikor így hátréptem egyet, és a nagyképre rátekintettem, akkor láttam, hogy ez mennyire átfolyik az egész lemezen, meg a dalszövegeken, és olyan szinten volt utána egy tudatosság, hogy például az első dal, a Csak befelé, abba direkt kicsit ilyen téma megadóan írtam bele azt a sort, hogy folyóhoz érkeztél, hogy mész tovább, de hát, hogy olyan szinten jelenik meg a tudatosság, de amúgy az egész anyagot ezt nem ilyen szintű koncepciózussággal írtuk meg. Hadd repítsem vissza akkor most a rádiózást egy kicsit a Bétót Lászlós időkbe. Itt van a lemez, akkor én most berakom a lemezt, hogy ezt a dalt meghallgathassuk. Egy pillanat, intézkedem. Így van, és nem beszélünk rá se az elejére, se a végére, hogyha valaki Magnóval szeretné fölvenni. Jó, Magnós, érkezik tehát ez a bizonyos dal, amit mi választottunk, a vízből van. Hogy van ez, mert valahol talán mondtatok valami olyasmit, hogy először ijesztő, aztán pedig felszabadító az érzés? Igen, de hát hogy a víz az egész lemezen ennek az egységélménynek, határtalanságélménynek a szimbóluma, és igen, ez egyfajta módosult tudatállapot, ami, hogyha először találkozik az ember ezzel, akkor ez egy újfajta élmény, ami tényleg ijesztő lett, de aztán, hogy elkezdi otthonosan érezni magát benne, onnantól kezdve ez a hétköznapi tudatállapot lehet ijesztő. Na és akkor figyeljük a végén a katarzist. Abszolút, ráfordulván a dalra pedig szólunk azokhoz, és hozzád elsősorban, aki most Facebookon is nézi az eseményeket, hogy most itt elvágjuk a Facebook közvetítés mondjuk úgy folyását, és hát attól viszont ne aggódj, vagy amiatt ne aggódj, hogy mondjuk ne rögzítenénk tovább az eseményeket, és ezt majd későbbiekben ne nézhetnénk végig, viszont hallhatod, a beatradio.hu-n követheted az eseményeket, és hát ráhangolódván a dalra, akkor légy szíves elsőként, ami eszetekbe jut, ha már vízről van szó, Balaton, Duna vagy Tisza? Balaton. Tisza. Oké. Okay. Na, hölgyeim és uraim, a Platon Kaletev érkezik itt a beaten. A 8 beates napon. Ez a vízből van. Beat. Dogóz és a Laika szólt itt a beaten, az ütős alternatíva, bocsánat, Laika, ez talán így akkor még helyesebb lehet, és hát mi is egyfajta szférák zenéjét szólaltatjuk meg most, ugyanis a Platon Karatev a vendégünk, szevasztok, CK Sebő és Balla Gergő, sziasztok! Sziasztok! Ez a 8 beates napunk, azt el is felejtettem itt mondani nagy septiben, ugye ez az, amikor 8 órán keresztül 8 különböző zenészt látogat el hozzánk és beszélgetünk, és hát az előzőkben a kezetekbe adtam egy papírost, ugye megtudtuk, hogy akkor milyen dalt hallgatunk meg a mi kedvenc közül, mindjárt a ti kedvencetek, vagy a ti választásotokat fogjuk majd meghallgatni, viszont ha már papírnál vagyunk, akkor a lemez kapcsán, ugye a Partért kiáltó lemez kapcsán azért egy papír alapú más valamiről is érdemes beszélni, méghozzá a könyvről. Azt nem mondom, hogy
hogy ritka, mert mostanában van egyfajta felfutása annak, hogy könyvek születnek, de hát azért mégsem egy ilyen minden albumhoz jár egy könyv. Itt mikor volt meg az ötlet, hogy hát bizony ehhez kellene egy lapozható valami? Nem is tőlünk származott, hanem maga a kiadó, a prékiadó keresett meg minket. Koncerten már játszottunk magyarul a dalokat, és ott hallották az új magyar szövegeket, és elég hamar kialakult ez a koncepció, hogy ne egy hagyományos dalszöveg füzet legyen, viszont azt is tudjuk, hogy ez kevesebb egy verses kötetnél, és ezért jött ez a megoldás, hogy illusztrációkkal így a vizuális oldalát megerősítettük a daloknak, és a szövegekkel is van egy játék, de hát, hogy nem az van, hogy csak be vannak téve középre a verszakok, hanem magával a szöveggel, mint textúrával is van egyfajta játszadozás. És ahogyan mi adtuk a borítékot, úgy ti adtatok nekünk egy ilyet, és ebből is kiderül, meg egyébként is tudható, hogy az illusztrációk még friss illata van, Ákos könyvtárban is dolgozik, úgyhogy ő megmondhatja. Szóval, hogy a szövegképek, illusztrációk, borító az Dobos Emőke nevéhez köthető. Igen. Feleséged, ugye? Igen, ez egy közös alkotás volt, és nekem nagyon nagy öröm, hogy van egy ilyen fizikai vetülete is ennek az egésznek. Kicsit az van bennem, hogy persze az ember megír egy dalszöveget, villog a kurzor, nem tudom, a te esetedben villogó kurzorokról kell beszélni, és hát, hogy mint meglátja magát, mondjuk akár csak kinyomtatva, de akár csak kötetbe foglalva, azonnantól más testet ölt, vagy talán egy kicsit más. Mindenképpen más, és szerintem ezért is érdekes kísérlet ez a kiadás, mert valahogy azt érzem, hogy amit mi Platonnal csinálunk, az valahol több szeretne lenni sima dalszövegnél, viszont nincsen vers sűrűsége, de hát egy kicsit egy ilyen senki földjén lebeg, és ezért jó, hogy van egy ilyen vizuális alátámasztás. Amúgy szerintem, hogyha adhatok tanácsot fogyasztásra, aztán az hogyha megy a lemez, és közben szemlélődik az ember a köteten, szóval egy ilyen így megtámasztja egymást ez a kettő. Fél debil kérdésem akarta lenni, hogy lesz-e osztogatás koncert előtt, mint egyfajta énekeskönyvként. Így kell énekelni, how to. Egyébként a lemezben mutató koncerten mi nem egy dalnál nyitottuk meg mobilról a dalszövegeket, tehát hogy megpróbáltuk ezt így könyv nélkül is hozni, és jó, tényleg jó élmény. Yeah. Meg úgy elveszik az ember egy-két sornál, aztán csak kapkodja a fejét, hogy utolérje a dalt. Igen, amúgy volt, hogy kaptam ilyen visszajelzést, a központba játszottam egyedül egy ilyen akusztik koncertet, és ott mondták, hogy nagyon jók a dalszöveg, csak hogy túl sűrű, és elkezd gondolkozni az egyiken, de közben jön a többi sor, és azokat meg elveszíti, szóval ez valahogy hogy nyilván előny az, hogyha már ismeri az ember a dalt, és már korábban akár gondolkozott rajta többen. Mielőtt rátérnénk a következő dalra, ami ugye a Tágul lesz, egy kicsit nekem így összefügg azzal, hogy most ugye a ti univerzumotok is tágult azzal, hogy akkor magyar nyelv, és hát ha már a könyveknél forogtunk, van olyan, hát nem tudom, könyv sorozat bármi, ami azt mondjátok, hogy most egyfajta ilyen új inspirációként szolgál, hogyha már most magyarul is kell gondolkodnunk a dalokban. Szóval, hogy ami azt mondjátok, hogy nagyon beindít minket, mert gondolkodásban. Hát nekem most a Hamvas Béla összes, van ez a barna életműsorozat, és azt kezdtem elő feldolgozni magamban, egészen döbbenetes mélységek, ahova ő eljutott, és nagyon inspiráló, és akár úgy is, mint bölcseletgyűjtemény, de hát, hogy a hagyománynak olyan széles spektrumát vette le, hogy sokszor elolvassuk egy Hamvas könyvet, és van egy A4-es oldalnyi listám arról, hogy még kiket szeretnék utána olvasni. Sebő? Neked olvasmány? Tehát, hogy mondjuk én nem tudok ehhez olvasmányélményekben kapcsolódni, de nyilván van, amit szeretek olvasni, meg amúgy szerintem a Hamvas tényleg így nagyon illik ehhez az egész gondolatisághoz, amit a Platón képvisel. Ha engem személyesen kérdeztek, én kb. Nem tudom mennyi éve, de nagyon a Feldmár összes bármiére vagyok rá, Feldmár Andrásnak a dolgaira vagyok rákattanva, folyamatosan újra is olvasgatom a könyveit, meg az ilyen előadásaiból készült összeállításokat. Ezen kívül most ilyen másodvirágzását éli nálam Milan Kundera, úgyhogy én most ezt a kettőt tudom említeni. Kutattuk már a külföldi koncerteket, meg volt Magyarországon az Akváriumban a lemezbemutató, nagyon nagy sikerű teltházas buli volt, most mire lehet számítani tőletek, hol lehet titeket látni, hallani, legközelebb vagy a közeljövőben? Februárban játszunk teljes zenekarral a Veszprémben, a Holt Szezon Irodalmi Fesztiválon, és utána március 2-án zenélünk duóban a Várkert Bazárban, amúgy pedig április 28-án a Kobuciban lesz teljes zenekaros koncert legközelebb, és másnap már indulunk is, Bécs lesz az EU turné első állomása. Lesz.
Szóval iszki lesz nagyon. Az izlandi Arcidir zenekarral megyünk, és ők is jönnek ide Budapestre, szóval már innen együtt indulunk majd. Ez nagyon komoly hangzik. Ugye a tágult lengettük itt be, hogyha én most a vonaton mellettetek ülnék, és akkor látnátok, hogy éhezem a zenére, és akkor valahogy így át kellene dugni a fülembe a fülhallgatót, hogy te ezt hallgass meg, mert ez olyan első. Amúgy én ezt annyiszor szeretném csinálni, de soha nem mertem még meglépni. De saját dalokkal, vagy egyáltalán csak sokszor dalokkal. Saját dalokkal is. Szerintem ne azzal kezdj, hogy így a fejhallgatóval elkezdesz valakit megközelíteni, és a igen, irányítani. Igen, fura, de amúgy egyszer kipróbálom majd. Szóval, hogy melyik lelki állapotomban vagy hogyan ajánlanátok nekem így röviden akkor ezt a dalt, hogy akkor figyelj, most ezt meg kell hallgatnod, mert ez jót fog tenni neked. Én meg pont ezt akartam mondani, hogy én soha nem mutatnék, vagy adnék ilyenkor oda saját dalt, vagy olyan dalt, amihez közöm van. Egyébként én azt gondolom, hogy egy olyan állapotban adnám oda, amikor látom, hogy ilyen gondolkozós hangulatban vagy, hogy nem a mobilodat nyomkodod, hanem így bámulsz ki az ablakon, így figyeled a tájat, így néha elbóbiskolsz, vagy így pont így az ébrenlét és az álomvilág határán vagy, szerintem ott így nagyon jól el tudna találni. Hát akkor foglalkozunk egy kicsit azért még a tágullal, egy nagyon rövid kis zárójeles kérdés keretein belül, mert hogy én azt érzem, hogy egy picit elüt attól a hangzástól, amit úgy általánosságban megszoktunk a Platon tekintetében, mintha ez egy picit keményebb is lenne. Ezért a választás a tágul esetében? Főleg a dal második fele az eléggé keményre sikerült. Azért választottuk ezt, mert nekem személy szerint az egyik kedvencem a lemezről, és így ahogy nézzük a statisztikákat, hogy melyik dalt hányan hallgatják, vagy ez kullogott a sor végén, amit én nehezen éltek meg, mert én nekem annyira ez az egyik ilyen sarokköve a lemeznek, szóval ezért is hoztuk ezt el most, hogy hát kap egy kis boostot ezáltal. Na, akkor mi most ezt megnyomjuk, bíztatjuk a hallgatókat, hogy ez különböző ilyen streaming platformokon is ezerrel pörgessék majd a dalt, amint vége lesz a mai maratoni adásunknak. Ti pedig nézzétek meg egy hét múlva a statisztikákat, így fel fog lőni az égig ez a dal. Úgy legyen. És hát köszönjük, hogy ezáltal tágítjátok a mi nézőpontjainkat is, és hát a fülel hallgatható határainkat. Nagyon szépen kösz, hogy itt voltatok, srácok. Mi köszönjük nagyon. És hát, hölgyeim és uraim, te ott, aki most hallod, a Platon Karatev érkezik hozzánk. Oh. Táguljunk együtt. A itt beat. A beaten. Beatcast. Ezt a műsort podcast formájában bármikor visszahallgathatod, és ha érdekel, a korábbi epizódokból is felzárkózhatsz. Hallgasd a beatet a folytatásért, vagy keresd fel a műsort bármelyik ismert podcast felületen. Beat. Az ütős alternatíva.